Nemrégiben 45. magyarként lendült át az 5 méter felett Nagy Marcell, az MTK Budapest rúdugrója. Ezzel Molnár Krisztina és Szabó Dezső 16 éves tanítványa, amellett, hogy ifjúsági országos bajnokságot nyert, a korosztály európai ranglistáján a 6. helyre lépett elő. Az atléta 9 évesen találta magát először a rekordtánon. Úgy kezdődött az egész, hogy ugye meg volt nekem is a kötelező úszás, ahogy általában mindenkinek, és bátyám ő is ugyanúgy atlétikázott, ő sprinter volt, és akkor én is úgy becsatlakoztam így az atlétika életébe, még a Honvédnál kezdtük, és akkor oda lejártam kicsiként, és megtetszett, és eljártam, és így 7 éve így elkezdtem, és úgy szóltak egyszer csak az edzőm, a Molnár Krista, hogy lehet jönni rudat ugrani, és mondtuk, hogy hát szívesen kipróbáljuk. Úgyhogy eljöttünk, és hát itt ragadtunk, hogy így kezdődött az egész, hogy kb. 4-5 éve ugorhatok így rudat. Érdekes volt, azért nem sokan csinálják ezt, sajnos, de már egyre többen vagyunk, hála égnek, de nem látja azt az ember, hogy minden másik ember ezt csinálná, és ez ilyen érdekes volt, meg ugye a világon másik legnehezebb sport, úgyhogy ez így megtetszett. Nagyon komplikált, ugye már a futás nem jó, akkor már a letűzéssel lesz úgy, és akkor így az egész tud borulni, ha a letűzés nem jó, akkor már a fellendülési része nem tud olyan jó lenni, úgyhogy ez így sajnos komplikált, de hát pont ez a szép benne. A fiatal atléta motivációjában a rúdugrás bája mellett a korai jó néhány sikerélmény is nagy szerepet játszott. Ahogy nőtt, úgy mutatott fel jobbnál jobb eredményeket. Figyelemre méltó egyéni csúcsát a legutóbbi ifjúsági bajnokságon érte el. Lementünk ugye Miskolcra, 6. hó 30-án volt, ha jól emlékszem. Készültem, mert éreztem, hogy bennem lehet ez az 5 méter, és háláinek összejött. Kicsit meleg volt, 35 fok körül volt, nem értettük, mert berakták olyan 2 óra magasságába a versenyt, és általában vagy kora reggel van, vagy késő este. Ez a leghosszabb versenyszámát, vagy 3-4 óra is akár lehet, az mondjuk egy elég hosszú. És jött ez így Miskolcon, nagyon jó volt, úgy éreztem, bennem volt maga minden, a verseny is nagyon jó volt, mert húztuk egymást, az egyik barátommal, Böndör Mártonnal ugráltunk, mindketten új egyéni csúcsokat ugrottunk, és az valami így előre vihetett. A nemzetközileg természetesen vannak, akik még kisebb korukban is nagyobbat ugranak, előfordul az ilyen, de hát itt most mi arra alapozunk, hogy nem most legyek nagyon jó, hanem majd jövőben ilyen 20-25 éves koromban elérem el a csúcspontomat, amikor esetleg egy olimpiát is elérhetnénk. Hát az én véleményem az, hogy ő ügyesebb az átlagnál, bőven ügyesebb, és úgy látom, hogy kitartó. Tehát ez a rúdugrás egy kicsit közel vár a tornához, tehát nagyfokú mozgástanulási képesség kell hozzá, és ugyanakkor egy nagyfokú bátorság, és ő ezekkel nagyon jól áll. Tehát egy ügyes, bátor gyerek, ugyanakkor fizikálisan meg nem gyenge, tehát a korosztályához képest erős. Hát én bízom benne, hogy most tovább tudunk lépni fizikálisan, mert azért ők még eddig nagyon keveset edzettek. Tehát egy élsportoló az egy héten 9-10-et az atléták között. Ők még csak 5-5, maximum 6-ot edzettek, hogyha edzőtáborban voltunk. Tehát ebbe tovább tudunk lépni. Erősebb rudak vannak, amit ha az ember magasabban megfog, akkor nagyobbat tud ugrani, és technikailag még mindig sok mindent fejlődni való van. A hazai bajnokság után Marcell a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a 7. helyen végzett. Második világversenyén mutatott teljesítményével elégedett, de már a 3.-ra készül. Most lesz ugye a junior VB, arra 5-10 a szint, arra most az a célom, hogy megúrjam az 5-10-et, illetve akár 5-20-at, az a legfőbb szint most nálam, és utána arra, hogy kijuthassak. Hát előrevetítve ki tudja. Sajnos ez nem lehet tudni a sportban, bármikor bejött a sérülés, bármi is, hogy... Hát egyelőre még szerintem nyitott a dolog fölfelé, tehát akár 6 méteres ugró is lehet. Ez sok mindentől fog függeni, mert egy értelmes srác, jó tanuló, tehát ettől is függ, hogy ő a középiskola után merre fog orientálódni. A magyar sportban általában ott tűnnek el gyerekek, mikor az egyetemre bekerülnek, vagy ha olyan egyetemre jár, ami mellett sportolni, akkor mikor elvégzi az egyetemet, és elmennek dolgozni. Tehát ez a két necces pont van, ha ezen túl vagyunk, akkor bármi történhet. Mert sajnos atlétikában valaki nem 20-23 évesen van a csúcson, hanem 30-28, tehát ezek már kitolódtak.